Na hát sziasztok! Ismét itt vagyok a CMTR-ról, és ez egy olyan videó lenne a vagyonomról, és hogy hogyan tudtok szerezni pénzt. Ugye ezt a címéből is fogjátok tudni. Ezt a videót is azért is csináltam, mert kurva jól jártam, és úgy gondoltam, hogy most sokan kérdeztétek úgy is, hogy ugye hogy lettem ilyen gazdag, hogy kell bizniszelni, minek mennyi az ára, meg kérdeztétek, hogy én mivel kereskedtem, meg mivel szedtem ennyi pénzt. Na hát ugye, van mindenfajta házeladás, drog, ugye illegál cuccok, mesterkönyvek, széfek, fegyverek, ugye az is illegálhoz tartozik, meg ugye az autóeladás. Na, hát én ugye kezdtem a CMTA-t, ugye, nulla vagyonnal, mert ez teljesen új karakterem, én V1-ben játszottam, de ugye törölték a karakteremet. Na mindegy, azon is volt egy kisebb-nagyobb vagyon. Még a V1-hez számítva kisebb, vagyis nagyobb vagyonom volt ott. És ugye újra kezdtem a karaktert, felfejlődtem 7-8-as szintre, ugye, és akkor bementem az OMS-be, és utána elkezdtem PP-zni. Hát ugye nem olyan sokat PP-ztem, kb. Olyan 6 vagy 7, inkább 8000 forintot PP-ztem így összesen. És ugye, mármint hát ez nem egyszerre, persze, hanem ilyen ezres éve, 2000-es éve, nem minden nap, hanem ezt olyan 3-4 hónap leforgás alatt, ugye. És abból a PP-ből vettem mesterkönyveket, vettem ugye széfet, ami akkor nagyon megérte, most is megéri, ugye, 1500 PP-es széf. És akkor ezekből szépen kereskedtem, utána Q7-ekkel kereskedtem, meg Audi A8-akkal, utána már Range Rover, utána már M6-ok, 40 nomos, 60 nomos, stb. És így szépen mentem felfele. És ugye történt velem egy baki, ugye, hogy vettem egy Nissan Skyline-t, ugye arról csináltam videót, egy 60 nomosat, és ugye 520 millióba vettem, és 600-at ért akkora körül, és ugye zsébe kerültem, és kivették belőle a Venomot. Ugye, akkor volt 900 millió vagyonom összesen, mert ugye volt nekem Evóm is, amikor még 600 milliót ért, nem 2,5 milliárdot, mint mostanában, meg más milyen autók is. És akkor ugye kivették belőle Venomot, akkor nekem volt 350 millióm, úgy, meg a Skyline, ugye, a három generáció Skyline, és én azt a Skyline-t eladtam 450 millióba, és így lett olyan... Ja, meg bocsánat, a mesterkönyvet is eladtam 120 millióba, és így lett olyan 900 körül, 900 millió körül, és utána a kedves Jackson barátomtól kértem kölcsön 200 milliót, és 1,1 milliárdba vettem egy Camarót, három generációs Camarót, és onnantól kezdtem el szépen felfejlődni egészen idáig, ahol most tartok. Ez nem kis munka, nem kis biznisz. Volt, amikor buktam, volt, amikor nyertem. Ez nagyon változó. Az sem minden, milyen autót veszünk. Na de visszatérve a Camaróra, ugye én azt kivendomoztam 4 darab Venomra. A 4 Venomos Camarót eladtam 1,4 milliárdba. Abból az 1,4 milliárdból ugye odaadtam Jacksonnak ugye 210 milliót, mert mondtam neki, köszönöm szépen, hogy azért tényleg tudták kölcsön adni. Ugye hát, na. Megköszöntem neki, ugye, hogy ne 200-et kapjon, 210-et, vagy 215-öt kapott, nem tudom. És akkor maradt 1,2 milliárdom, amivel kamatoztam fel olyan 1,250-ig, és onnantól megint vettem egy Camarót. Egy 60-omos Camarót vettem 1,35-be, ugye akkor is kértem kölcsön 70 milliót, vagy 80-at, megvettem, és azt meg eladtam 1,6-ba. Utána... Megint vettem egy Camarót, azt eladtam megint, azt hiszem 1,4-ben meg 1,5-ben vettem a Camarókat, összesen volt olyan 8-9 darab Camaróm, és a Camarók után, miután a másodikat, vagyis a harmadikat eladtam, utána vettem egy Ferrarit 1,85 milliárdba, azt pedig eladtam 2,1-be. Szóval... Érezhetitek azért a változásokat, hogy én mégis mennyibe vettem és ennyibe adtam el. Utána pedig vásároltam még egy Ferrarit, amit megint eladtam, 1,9-be vettem, azt meg 2,2-be adtam el.
És akkor így szépen mentem felfele, mert ugye én arra törekedtem, hogy ugye mivel a Skyline-okkal nagyon sokat buktam, eddig 3 Skyline-t vettem, mind a 3-mal buktam, nem is érdekel amúgy, faszom tele van azokkal. Ugye, bocsánat, a csúnya beszédet akarom hanyagolni, mert sokan kértétek. Erről is majd lesz egy kisebb videó összefoglaló. És akkor ugye a Ferrari után, ugye a Ferrari az volt a baj, hogy az borult, nem tetszett, nem jött be. És akkor utána megvettem megint egy Camarót 1,65-be, amit eladtam 1,8-ba. Szóval láthatjátok, hogy mindegyiknél pluszba jöttem ki szinte, és így mentem felfele. Ekkora vagyonom már elért a 2,8 milliárd. Ezután vettem egy RS4-et, ugye Audi RS4, 1,9-be vettem, eladtam 2,5-be. Szóval 600 milliót kerestem rajta, így lett 3,3 milliárdom. Utána megint vettem egy Camarót, ugye, szinte mindig Camaróval kereskedtem, vettem egyet 1,75-be, eladtam 1,8-ba. Itt csak 50 millió volt a különbség, de ez pont annyira elég volt, hogy bírjak venni egy Lamborghinit. Persze most kisebb kihagyásokat hagytam, ugye, mert ugye Lamborghinit aztán most, ja, hát hülye vagyok, hát ott az eselek is, ugye, el is felejtettem mondani. Ugye vettem egy fórumon, kiírtam, hogy SL65 érdekel bárhány Venomos, meg stb. Meg ugye Camaró. Csak Camarót azt nem vettem, mert azt drágán adták akkor már. Nem értem meg annyiba 1,8-ba venni, mert akkor azt azon nem lehetett már szinte keresni. Mert ugye a gyerek az azért annyiba, hogy keressen rajta, mert azt már, na mindegy, azon már nem lehetett keresni. Meg már most is 2 milliárdba mennek, szóval lófaszt. Na, ugye vettem egy SL65-öt, 1,1 milliárdot ajánlott a gyerek, érte fent fórumon. Én pedig mondtam neki, mit szólna 900 millióhoz. Már én odaértem, hogy alkuképes, és azt mondta, hogy 1 milliárd. Mondom, mit szólna 900 millióhoz? Ez volt 6 Venomos. Hát jó, megvettem, mert azért kurva jó ár értem, mert ugye fel van vásárolva. Utána vettem másnap még egy SL65-öt, 1 milliárdba vettem azt. 1 milliárdba vettem azt. Ugye láthattátok is a videót, amikor a meló, meg a Lamborghini tesztelése, meg ugye törése, ugye? És mondtam a gyereknek, hogy ugye megvenném a Lamborghinit, hogyha elbírom adni azt a 2SL65-öt, és ő rendes volt, és ő megtartotta az autót. Na, hát ugye eladtam mind a 2SL65-öt sikeresen, még aznap 1,1 milliárdba mind a kettőt, ugye az egyiken 100 milliót kaszáltam a citromsárgán, a narancssárgán pedig 200 milliót. Akkor ez is plusz 300 millió haszon. Így volt 3,5 milliárd forintom. Utána ugye vettem egy Lambót, ugye megvettem a Lamborghinit 3,170 milliárdba. Azt sikeresen el tudtam adni 3,6-ba. A tegnapi videón láthattátok, hogy volt nekem egy SL65-öm 4 Venomos, amit vettem 925 millióba, azt eladtam 990-be, akkor így volt összesen 3,89 milliárd körül volt már itt már, a körül jártam. Tegnap ugye eladtam ugye az SL-t. Ahogy eladtam az SL65-öt, itt volt a Lamborghini, az a gyerek, akinek ugye múltkor eladtam a Lambót 3,6-ba. Nos, én azt a Lamborghinit megvettem vissza 3,6 milliárdba, mert nekem kurvára kellett az, mert nem tudom, tetszik, csak drága a javítása. De ugye az nem érdekelt, mert kerestem rajta, és akkor így volt még 350 millió pluszba. Nem zabált el ugye, vagyis volt rá keret javítani bőven. És előbb kihirdettem, ez most történt az imént, pár perce, hogy Lamborghini 6 Venomos eladó. Hát beszélgettem a gyerekkel, ugye, és akkor 3,6-ról kezdtem a licitet. Majd azt mondta, hogy mit szólna 3,4-hez, és én meg odaírtam neki, hogy 3,6 milliárdot ajánlottak már érte. És akkor én folyamatosan hirdettem, és akkor mondtam neki,
hogy azt mondja, hogy ad 3,65-öt. Mondom, figyeljen, most ajánlottak érte 3,75-öt. Szóval ez már 150 millió. Ő azt mondta, ad érte 3,8-at. Mondom, hát nem is tudom, eléggé ritka autó ugye, tényleg. Meg ugye kevés kilométer, meg kurva jól néz ki. És akkor mondom neki, hogy legyen 3,9 milliárd. Azt mondja, jó, legyen, jöjjön ide ez az új bankhoz, ugye. És akkor idejöttem, és akkor ugye mondtam neki, hogy ugye azt mondták nekem SMS-be, így mondtam neki, hogy azt írták nekem SMS-be, mondtam is, hogy üdvözlöm, uram, adnék érte 4 milliárdot az autóért, hogyha ez érdekli, meg hogyha ennyit nem adtak érte, valami ilyesmit írtam neki. És akkor azt mondja a gyerek, hogy 4,10-et ad. Itt volt egy csaj, és eladott egy Ferkát, és ugye azt mondta, hogy eladó a Lamborghini, meg stb. És mondom, igen. És azt mondta, ad érte 4,1 milliárd forintot. 3,6-ról 4,1-re. 500 millió. 500 millió különbség. Az előző között ugye 3,170-be vettem, 3,6-ba adtam el. Ott ugye 430 millió volt a különbség. A rák. Greg a rák megfog. Na most rárugok egyet, mert jó esik. Hát, jó van, admin segéd. Ő is egy segéd. Rá is ráférne a segítség. Na minden visszatérve rá, ugye 430 milliót kerestem azzal, hogy eladtam. Utána visszavettem 3,6-ba. Ugye visszavettem 3,6-ba és 4,1-nél tartottunk. Ugye. És utána ott elkezdtek licitálni rá. Ugye 4,110, 4,120, 4,150. Ezt így kell csinálni, össze kell ugrasztani két vevőt, akit nagyon is érdekel az autó. Most nem fogom neki megírni, mert most akarom elmondani. És össze kell ugrasztani, és így szépen lassan licitálnak rá, mind én nálam. És a végén 4,250 milliárdba adtam el azt a kurva lámbót. 3,6-ba vettem, és 650 milliót kaszáltam vele. De ugye 600-ba adtam neki oda, mert 4,2-t írtam, mert elírtam. Jóval mondom, leszarom. Az a lényeg, eladtam. Na szóval 4,2 milliárdot kaszáltam rajta. Na, szóval akkor kell bármilyen segítség. Meg is mutatom nektek a vagyonomat, hogy elhiggyétek, hogy tényleg annyiba adtam el. Nem kamu. Tényleg, PIN kód elfogadva, ott is van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab számocska van a 4-es után. Szóval 4,5 milliárdon van kerekítve, ez most leszarom, 2, ez 8, 5 billa, az most lófasz, annyit kamatozok majdnem. Na, visszatérve rá, ez a videó arra szolgál, hogy figyeljetek oda. Ha azt mondja egy gyerek, például tegyük fel egy Q7-re, te 45-be adod, de te nem akarsz 45 alá menni, talán 43-ba adod, de ő azt mondja, hogy fix 38-at ad érte, megfogod azt a kurva möbetűt, benyomod, és lebaszod azt a geci kagylót a faszomba, már bocsánat, hogy káromkodok, és ennyi, megvan oldva. Keresni fognak úgyis, mert keresik az autót. Mert úgyis érdeklik az autót, érdekli az embereket az autó. Szóval szépen is leteszitek. Ne foglalkozzatok ezekkel a dolgokkal, hogy ő most akkor ennyit meg annyit. Vagy bontok neki 35 milliót, és szépen földobjátok az árat rá. Szóval én így csináltam, így fejlődtem fel 1 milliárd, vagyis hát 800 millió vagyonról 4,5 milliárd vagyonra. Szóval ez 3,7 milliárd vagyont kerestem másfél hónap alatt. Ez sok idő. Ez tényleg sok idő. Én még napok voltam, ilyen, volt olyan nap, amikor kerestem 500-600 milliót. Ez lényegtelen.
ti is ugyanezt meg tudjátok csinálni, mint én. Ehhez csak szerencse kell, és jól üzletérzés, hogy nem is tudom ezt hogy mondjam. Szóval mindenkinek sok sikert kívánok a közeljövőben, hogy mindenki gazdagodjon meg. Jó, azért nem mindig szórom, de azért ilyen pár milliókon nem variálok, például. Meg ma nem sokára megint lesz pénzosztás. Szerintem egy külön számlára teszek pénzt. Vagyis lehet, hogy ezt az 5 milliót majd bekamatoztatom még egy 20-ra, és utána az el lesz szépen osztogatva azoknak az embereknek, persze akiknek szükségük van rá. Írjátok meg nyugodtan kommentbe, hogy milyen autótok van. Megpróbálok rá válaszolni. És nagyon is sajnálom az előzőt, hogy ugye Audi A8 L-et írt az illető, én meg azt hittem, hogy A8, és ugye én 25 milliót mondtam neki körülbelül, hogy annyiba adja-e, és ugye utána rá odaírt egy másik, hogy ugye, hogy én azt elnéztem, ez tény is való, mert ugye, mert A8 erről volt szó, nem A8-ról, ugye. Meg mindig figyeljetek arra, még egy dolog, hogy a tuningokat mindig nézzétek meg. Ha vennomos, akkor meg mindenféleképpen fotózzátok le, hogy azt írta a gyerek, hogy ennyi vennomos, és hogyha nem, akkor szépen basszátok fel PK-ra, azt megy neki a bana faszomba. Tehát meg visszakapjátok a pénzt. Vagyis hát a vennomnak az árát. Szóval ezzel nagyon figyeljetek, mert ezzel nagyon sok embert át szoktak verni. Szegény Bobot is átverték. Őt is nagyon sajnáljuk. Főleg én, mert én nagyon tudom sajnálni ilyenkor az embereket, ugye, hogy átbasszák, mert ő nem ő tehet róla. Ugye azt mondta a gyerek, hogy hogy siet, meg lófasz. És azt mondta két vennomos. Jó van minden. Bob, ugye megvette, nem is figyelte, ugye. Aztán egy nap arra kapott rá, hogy megnézi már, hogy tényleg két vennomos-e. Mert meg akarták venni. Azt nézi, elmentek tudni, mi ez, azt mondja egy gyerek, hogy engem most át akarsz baszni. Motiválni, ugye, hogy akkor tényleg szeretnétek ilyen videót. Na hát én akkor narancs voltam a CMTA-ról, meg a Q7. Szevasztok!